Rendszeres kézmosás, maszkhasználat, távolságtartás csak néhány azok közül az alap óvintézkedések közül, amit minden iskolás már a legelső tanítási napon megtanult. Október 1-től viszont újabb szabályok is életbe lépnek, hívja fel a figyelmet Hajnisné Anda Éva, a Közép-Budai Tankerület igazgatója. Október 1-től lesz kötelező a lázmérés, mindenki, aki belép dolgozó és tanulóra, gyermekre egyaránt érvényes, és hát október 1-től szigorodnak a szabályok is, mert az intézményekbe tényleg csak azok léphetnek be, akik ott dolgoznak, akik oda járnak, vagy pedig jogszabályból kötelezően van feladatuk az intézményben, illetve karbantartási, felújítási munkákat végeznek, ezért sokkal szigorúbbá kell tennünk a portaszolgálatokon a felügyeletet. A Közép-Budai Tankerülethez tartozó iskolák közül 18 intézményben találtak már koronavírusra pozitív gyermeket, összesen 39 diák fertőződött meg az elmúlt hetekben. Többen már gyógyultként visszatérhettek a közösségbe. A közel 2600 pedagógus közül pedig 7-en fertőződtek meg. Mindösszesen 4 olyan osztálynak rendeltünk el digitális munkarendet, akikben érintettebb volt, egy picikével magasabb volt a pozitív fertőzötteknek a száma. Ezek közül az osztályok közül már 2 vissza is tért a normál munkarendre. Egyetlen iskola teljes bezárására sem volt még szükség, tette hozzá Hajnisné Anda Éva, és elmondta, az óvintézkedéseket mindenki igyekszik betartani, és a visszajelzések alapján ezek nem okoznak különösebb problémát a tanítási napok megszokott menetében. Most az elmúlt héten valóban majdnem minden intézményben megfordultam szakmai helyettesemmel, és pozitívan tapasztaltuk azt, hogy a gyerekek nagyon fegyelmezetten betartják a maszkviselést, nagyon-nagyon jól felkészültek az iskolák arra vonatkozóan, volt olyan iskolánk, ahol szépen ilyen szigetelő szalaggal felcímkézték, hogy melyik oldalon kell menni egyik irányba, melyik oldalon a másikba, különösen odafigyeltek a büfék előtt, másfél méteres távolságokat is kijelölték. Az óvintézkedésekhez szükséges eszközöket, így az érintésmentes lázmérőt és a fertőtlenítő szereket az operatív törzs biztosítja, amit az intézmények szeptember utolsó hetén kapnak meg, tette hozzá az igazgató. A MOM Sportnál található termelői piac első alkalommal nyitotta meg kapuit a vásárlók előtt, de a cél az, hogy ezzel hagyományt teremtsenek a szervezők, és a népszerűségétől függően akár hetente vagy két hetente ismét hazai termékekkel tölthessék meg kosaraikat a vevők. Ez egy kialakult baráti kör, akik eljöttek, és ezáltal szeretnénk egy családias piacot kiépíteni, hogy minél több ember el tudjon jönni, és meg tudja kóstolni a termékeiket. Mindenből próbáltunk úgy összerakni, hogy ami egy különlegesség azért, ez ugye mondhatnám a Szabia Péket, a Mesterkamrát, akár a kalapos szörpöket, a Fazenda Farmot a húsokkal, ugye a zsótéréket a sajttal, és illetve minket, akik mi vagyunk egyedül az országban barbecue szószok. A járványügyi helyzetben még nagyobb jelentősége van a hazai termelők népszerűsítésének, a gazdaság körforgása érdekében, mondta el Móczán Mónika, de a piaccal a sportcentrum látogatóit is szeretnék visszacsalogatni. Sajnálatos módon szinte minden rendezvényünket le kellett mondani erre az évre, és december végéig konkrétan 61 olyan rendezvény volt, ami most nem valósul meg, és próbáltunk ötletelni, hogy akkor mit lehet, hogyan lehet, hogy mégis egy picit próbáljuk népszerűsíteni továbbra is a MOM sportot, és próbáljuk ide vonzani embereket, hogy tekintsék meg ezt a fantasztikus intézményt, jöjjenek úszni, sportolni, hiszen nagyon fontos, főleg ebben az időszakban, hogy nem csak a mentális, de fizikailag is az emberek felkészüljenek a téli időszakra. A piacot a jövőben egyéb programokkal is szeretnék összekötni, így ha azt a járványügyi helyzet lehetővé teszi, jövőre egy barbecue fesztivállal készülnek a szervezők.